Szép jó reggelt kívánok, illetve hát inkább még éjszakát. 3 óra már elmúlt, talán 3:30 is van, de azért még nincs reggel. És hogy honnan kívánok jó reggelt? Hát, ugyanabból az esőbeállóból, onnan tegnap az utolsó snittet készítettem, ugyanis itt valami trópusi eső kezdődött el. Nagyon furcsa volt, mert azt ígérték, hogy javulni fog estére. Pont nem így lett, pont hogy rosszabb lett. Tehát olyan 5-től kezdve szakadt, és akkor itt vártam egy darabig. Hát egész nap esőbe mentem, hogy nem nagyon akaródzott elindulni az ilyen ömlő esőbe. És aztán egyszer csak kipattant az ötlet, hogy akkor én itt fogok aludni. Itt volt a jó kis bivakoló helyem, a padnak ezen az oldalán. Sajnos erről a feléről hozta a szél, erről az oldalról fújt a szél, inkább így mondom. És akkor hozta végig a vízpermetet. Ezen az oldalon talán jobb lett volna ebből a szempontból aludni, ide biztos nem került volna annyi vízbe, viszont az út meg ezen az oldalon van, és azért úgy forgalmas volt egy darabig. Ebből a szempontból meg ez az oldal volt jobb, és akkor még úgy döntöttem, hogy inkább itt leszek. De jött még este egy autó, mert itt van egy parkoló, ilyen kutyasétáltatók szoktak ide jönni. Este még jöttek kutyát sétáltatni, ezt nem foglalkoztak velem. Én meg úgy voltam, föl se keltem, mert nem úgy voltam vele, ha akarnak valamit, akarnak, ha nem akarnak, nem akarnak. Mindegy, már itt elbóbiskoltam, amíg vártam, hogy kicsit lanyhuljon az eső, és mindig jött is, így lanyhult egy picit, aztán éppen úgy voltam, hogy indulok, megint elkezdett szakadni, ugyanúgy. És akkor ez így folytatódott. Én úgy fölébredtem éjszaka időnként, még éjfélkül is esett. Szóval most már nagyon jó, most már elállt. Aludtam akkor 7 órát, 8-kor feküdtem le végül, és 5-kor álltam meg, aztán ugye 6-tól el akartam indulni, aztán lett reménytelen, és akkor még pakoláztam egy kicsit, meg ezt azt megcsináltam, és akkor utána lefeküdtem aludni. Jó volt, még este idejött egy nő, kutyasétáltató, aztán megszólalt hollandul, úgy éppen akartam válaszolni angolul, hogy nem értem, de már addigra kapcsolt ő is. Szóval mondta, hogy hát igen, szegény, esik az eső, de majd holnap jobb lesz. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Na de, hát akkor még egyszer. Itt a bivakolóhely. A kis ponyvának köszönhetően nem lett vizes a hálózsák, szinte egyáltalán nem, talán egy picit nyírkos. Minden másod viszont teljesen nyírkos. Sajnos, de hát ugye ez benne van a pakliban, majd megszáradnak talán, hogyha jobb idő lesz ma. Na, 4 óra múlott egy picivel, el is indulok. Átjöttem erre az oldalra, még pakoltam, mert ott tényleg annyira fújja be a vízpermetet ott a tető alatt. Hát mondom, ott legalább úgy viszonylag el voltam rejtőzve. Hát kávém nincsen, de kipróbálom ezt a jó kis dekatlonos Aptonia Ultra Gel 500-at. Igen, hát magas koffein tartalommal és cappuccino ízesítéssel. Hát nem tudom, de ez esetleg nem lenne elég. Lillától kaptam egy szuper menes kaprizonnét, úgyhogy ezt is megiszom, és akkor, ha az esetleg nem hatna, akkor itt van a másik segítség. És akkor utána még visszamegyek oda
Hát ott vannak a táblák, ott még hát nem tudok rá élesíteni. Ott még egyszer megnézem a térképet, mert már azt se tudom pontosan, melyik pontot keresem. És akkor utána indulok. Érdekes lenne megmutatni, de hát annyira persze nem látszik. Egy sűrű, sötét erdőben jövök. Aszfalt csík van. Úgy képzeljétek el, mint egy ösvényt az erdőben, mint egy turista utat, csak le van aszfaltozva, és nem is annyira gyökérnyomott. Egész jó minősége. Egész hangulatos itt most tekerni a sötétben. 84-es pont következik, ott majd megnézem a térképet. Na szuper, megvan a 84-es pont, és továbbra is majd jó kerékpárúton fogok menni. Volt egy olyan félelmem térkép alapján, azt hittem ez az erdei út, ez burkolatlan lesz, de nem. Nagyon jó minőségű aszfalt volt. Kezd kivilágosodni, most egész érdekes helyeken jövök. Sok erdő, pici bicikli utak, de most megnéztem az egyik ellenőrző pontnál, hogy délebre nem lesz annyira jó, nagyon kacskaringóznak majd ezek az utak, nem annyira jó, mint az előző tartományban. Hát nem tudom még, haladni is kéne, bár azért őszintén megmondom, nagyon-nagyon jó ezeken a nyugis kis utakon menni. Nagyon-nagyon jó, csak hát haladni is kell. Na persze, egy defekt az soha nem hiányzik, de vannak helyzetek, amikor a legkevésbé sem hiányzik, ez talán pont olyan. Pedig elől defektem van. Hallom is, ahogy talán ez a tüske. Ja, itt jön ki a levegő. Van is benne valami, áll ki a gumiból. Ó, a fene vigye. Na, megcsináltam a dolgot. Sok kedvem nem volt hozzá, de hát magától nem csinálódik meg. Kicseréltem a belsőt, ilyen párás, nedves, szutyok időben meg se kíséreltem a ragasztást, majd később. Nem túl szép az idő. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz abból az ígéretből, hogy ma már sütni fog a nap. Mindenesetre egyre inkább az az érzésem, hogy ez olyan ígéret marad. Most is szemmerkél az eső, nem olyan régen esett is. Hol esik, hol nem. Most éppen nem. És Westerbork, hoppám is, ez az installáció. Westerborkba megyek be, ott is hagytam a pontkövetést egyelőre, hát aztán majd találok másikat, hogyha vissza akarok csatlakozni, hát majd egy darabig vissza akarok, aztán majd megpróbálok gyorsítani egy kicsit a tempón. Westerborkba megyek be, mert szeretnék egy-két dolgot vásárolni, elfogyott az innivaló. Veszek egy ásványvizet. Voltam tegnap benne egy boltban, hát borzasztó drága ez az ország, hát komolyan mondom. Hát úgy azért mélyen a zsebbe kell nyúlni. A napi költségvetésem az maximálisan 10 eurót enged meg, szóval kicsit tervezgetni kell mindig, mert 10 eurón itt szart se lehet venni. Birka szart se, de lehet, hogy tehén szart se. Szóval egy ilyen olcsónak gondolt üdítőt vettem tegnap, az volt 2 euró 4 cent. Kiderült, hogy a pillepalackért is fizetni kell, külön, ami nincs az árba, 25 centet. Spóroltam tegnap 5 eurót, annyival több van ma. Még nem nagyon ébredeztek föl a települések, amiken keresztül megyek, pedig már elmúlt 7 óra. Remélem nyitott boltot találok, ha már direkt ezért jöttem be. Tehát ez Westerbork. Rendkívül rendezettek, tiszták a települések, és nagyon zöldek. Nagyon tetszenek.
Bár most tényleg nagyon kevés emberrel találkozom így 7:30-kor, most a sajtárus kipakolt lett, hogy sajtot ott kéne inkább majd venni, meglátom, mert úgy tűnik megtaláltam a boltot is. Na szóval alig találkozom néhány emberrel, ilyenkor nem is nagyon látszik, hogy ennek a viszonylag pici országnak 17 millió lakosa van. Ezzel egyébként az élvonalba tartozik népsűrűséget tekintve 390 fő körül van négyzetkilométerenként, 393, ha jól emlékszem. 15. a rangsorban világszinten ezzel. És akkor Jumbo, ez remélem bolt. Beste Supermarkt van Nederland. Hát nekem nem kell, hogy a legjobb legyen, csak legyen. Sajnos csak 8-kor nyit. És nem tudom, megvárjam-e, van még addig 20-valahány perc. És utána meg hol találok boltot megint? Jó kérdés. Már éppen azon gondolkodtam, hogy továbbállok. A fél órát csak nem várok, hát már nem kellett volna annyit mondjuk. De kijött egy kopasz csávó, ilyen biztonsági őr kinézete volt, nagyon fura fickó volt, de nagyon kedves, és így beszélgettünk, úgyhogy most már csak negyed óra van, most már akkor azt megvárom. Mondta, hogy ő is szokott biciklizni. Aztán láttam, jött egy kocsi, az ott. Mondta a csávó, megjött a főnökkel visszamenni dolgozni. És akkor így úgy csinált, mintha elindulna, aztán rám nézett, elkezdett röhögni, azt mondja, dehogy kell. Laza volt. Aztán ugye beszélgettünk, azt mondta, hogy most már tényleg vissza kell mennie, várjam meg a nyitást, hogy bent tudok inni kávét is, meg teát is, szóval jó. De ott van egyébként szemben egy bakkeri, az már nyitva is van talán. Ó, micsoda pékárú van ott, kérem szépen. Nem tudom, mennyire lehet ez drága. De annyira, mint úgy általában, akkor nagyon. De mondjuk a fene se tudja, szóval mindjárt körbenézek ebben a Jumbo-ban is, aztán lehet, hogy ez meg egy olcsóbb bolt, és megváltozik a véleményem. Na hát 8-kor megelevenedett az egész város, komolyan, ahogy kinyílt a bolt, gyakorlatilag azonnal itt termett mindenki. De én már hamarabb bementem, mert a főnök kijött olyan 50-kor, és azt mondta, hogy ne átcsörökjünk, gyere be! Most nem tudom, hogy ez legjobb, mi ez, szupermarket az országban, Nederlandban, ugye, ahogy ki volt írva, de hogy eddig a legjobb, ami a három közül, ahol voltam, az biztos, ott kezdődik, hogy ingyen kávé jár. Egy ilyen jó nagy bögre, ingyen kávé minden vásárolnak, és akkor be is vásároltam, 10,12 €. Na most úgy nagyjából megmutatom, hogy 10,12 € mit lehet venni. 2 darab ilyen ásványvizet, tehát ez egy buborékmentes ásványvíz, a főnök direkt megmutatta, hogy melyik az, mert nekem ez a holland, ez nekem kínai, tehát ez nem értettem teljesen, de oda jöttek segíteni. Szóval a kettő, csak az egyiket már megbontottam. Na igen, nézzük tovább a készleteket. Egy zacskó ilyen zsömle, tehát ezt én raktam bele. 4 darab 1 €, azt hiszem, hogy így van. Akkor egy ilyen szeletelt goudasajt. Egy... Ez, hú, de koszos a kezem, ugye a szereléstől. Ez corned beef. Azért nézegettem az árakat, úgy választottam. Akkor ez mi? Igen, tehát ez egy ilyen szalámi. Ez 1,63-ra jött ki. Ez volt a legolcsóbb. Akkor nézzük, mi van még. Akkor van egy ilyen, az egész jó kis sajt. Egész jó kis sajt, ez volt a legdrágább minden közül. 2,32. Hopp, és ennyi. Tehát ennyi, ez volt akkor 10 €, tehát a napi költségvetés. A napi költségvetés, ebből 2, ez a napi költségvetés. Akkor látszom még ez a corned beef, meg ide teszem akkor másikat is. Na, akkor így teljes a kép, ez a 10 €
amit az ember úgy kinéz magának, felső határnak, Hollandiában ennyit jelent. Zömmel kis utakon jövök, de nem csak ezt a ponthálózatos rendszert veszem igénybe, hanem most már azért lerövidítem, imittam ott, ahol lehet. Használom a többi táblát is, nem csak a pontos táblákat. És akkor most éppen ezen a picin jövök, most visszaálltam, 36-os pontot követem. Mindjárt beérek egy nagyobb acska városba is. Egyfolytában szemetel az eső, tehát nem tudok útközben fényképezni, meg filmezni. Hát időnként, hogyha beállok valami fa alá, mint például most is, akkor megy. Na oda süssetek! Egy éppen működő szélmalom. Jó, nyilván nem őrölnek benne semmit, de legalább forog. Nagyon jó néz ki. Itt a város szélén, tehát a belváros szélén gyakorlatilag. És minek a belvárosa? Hogevén. Persze az is lehet, hogy úgy kell kiejteni, hogy Hogefén, nem tudom. A belváros szélén vagyok, ez a sétáló utca, vagy legalábbis annak tűnik. Sok ember nem mozog errefelé. Továbbra is rendkívül fos az idő. Nem tudom, ez a megígért jó idő, ez mikor jön, de egyelőre késik. Mindenki azt mondja, hogy jön egyébként, a boltba is mondták, de késik. Azt mondtam, hogy a mezőgazdaság meglehetősen erős Hollandiában, és az állattartás ezen belül különösen. De eddig csak birkával, meg szarvasmarhával találkoztam. Aztán nicsak. Itt egy egész rakás alpaka. És ezek most már megint az Európában hagyományosabbnak mondható szarvasmarhák. Ezekből rengeteg van. Az ember nem tud úgy nézni valamerre, hogy ne legyen. Holstein Friesnek tűnnek. Hát bocsánat, hogy a város után csak úgy immelámmal, meg azonnal alpaka bemutató meg egyebek, de hát végesett az eső. Most éppen nem esik. Az ég továbbra sem bíztat annyira, bár most a városban is mondták nekem, hogy már csak néhány órát kell kibírni, és én a jó idő. Hát ezt nem tudom, ezt hallom már egy napja. Vagy másfél. Következő városom Dedemsvárt. Most lejöttem a túraútvonalak mindegyikéről gyakorlatilag, és rövidítési lehetőséget keresek, de még nem tudom, hogy hogy lesz. Az ember nem tud úgy menni, hogy ne találjon egy pontkereső útvonalat, de most szerintem a piros táblákat fogom nézni, Ommen felé 12 km, és akkor átmegyek a belvároson is. És akkor ez tehát Dedemsvárt, van Aldi, Lidl-t is találtam egyébként már. Gyakorlatilag nem múlhat el úgy néhány kilométer, hogy ne legyen valami csatorna vagy víz. Ez hozzátartozik az ország képéhez. Rengeteg csatorna van. És ez most egy kicsi, de egész nagyok is vannak, ahol bődületes nagy hajók mennek. Hát ilyen lakóhajók főleg, tehát nem teherforgalmat bonyolító hajók, de elég nagyok. Arra felé kéne próbálkoznom? Na majd mindjárt kiderül. Na ismét találtam egy táblát, ez most már másképp néz ki, mint az eddigiek. Méghozzá azért, mert másik tartományba értem, Overijssel.
Ez is ugye egyike a 12 holland tartománynak. Dédemszvárt, itt vagyok a 26-os pontban. Úristen, de koszos a kezem, de se baj. És errefelé megyek, onnan. És tulajdonképpen minden oké. Ha erre megyek, akkor ez lehet, hogy le fogom vágni ezt a kis részét itt a 28-asnak, és egyből rámegyek ide, és akkor már a 9-es pontot kell keresni. Az is lehet, hogy ezt lerövidítem erre, meglátom még, hogy csinálom. Minden esetre van lehetőség bőven. Jó van, oké. Hát most nagyon besötétedett megint, nagyon elborult, fene vigye. De egyébként hőmérsékletre annyira nem lett panaszom, mert 20 fok van, ilyen nem volt már jó régóta. De egyébként hajnalban is melegebb volt már, mint tegnap. Hát tegnap diderektem, vacogtam, remegtem, tényleg. Ölni tudtam volna egy forró kávéért. Most ilyen nem volt. 15 fok volt hajnalban, és aztán folyamatosan ment fölfelé, most 20 van. Meg ami még itt talán érdekes a kijelző, hogy mínusz 6 métert mutat, hát nem tudom, hogy mennyire igaz. Mindenesetre az tény, hogy hoppá. Hát ez cannabis, bizony ez cannabis. Hú, micsoda illata van, azt a mindenségét. Ez kemény. Szántóföldi termelés egyébként csak 10%-ban veszi ki a részét a mezőgazdaságból. Ezelőtt mondtam, hogy jóval erősebb az állattenyésztés, az olyan 55. És akkor vannak még kertészeti kultúrák, de most nem tudom, hogy a cannabis melyikhez tartozik. A szántóföldi növénytermesztéshez vagy a kertészetihez? Ez jó kérdés. Hát itt aztán van egy egész cannabis dzsungel. Na és akkor haladok tovább dél felé. Amit el akartam ugye mondani, hogy mínusz 6 méter, nem tudom, hogy igaz-e, most így eszembe jutott, mert megint kicsit kimentem amit elkezdtem, abból a témából. Viszont az tény, hogy elég sok része Hollandiának a tengerszint alatt van. Ha téved is az órám, akkor valószínűleg nem sokat. Majd otthon megnézem valami nagyon részletes térképen, hogy ez a környék, ez hogy áll ebből a szempontból. Ommen külvárosi, kertvárosi részén megyek már. Végül mégis úgy döntöttem, hogy azt a 43-as pontot keresem meg, mert összességében sokkal praktikusabb. Kikerülöm a belvárost vele. Hát jöhetne már a jó idő. Nagyon ígérgetik, de nagyon nem jön. Na, egyenesen van az a 43-as. Biztosan. Hollandiában természetesek a kerékpárutak, de azért ez még ezen belül is kirívó, hogy ilyen széles legyen. Az út egyik fele gyakorlatilag. Belvárost jó részt elkerültem, de azért ez nagyon szép így. Ez most nem pörög, de se baj. Megint a pontok közötti úthálózatra tértem rá. Mert most megint ez tűnik jobbnak, meg nagyon érdekes helyen megy. Lemelerberg, így hívják ezt a környéket. 35-ös pont a következőm. Megint jó elhagyatott. Csak miért nem este jutok mindig ilyen helyekre? Ahol százával sorakoznak a vadkempingező helyek. Na hát ez kérem olyannyira berg, hogy már följebb is jöttem 12 métert. Nem lebecsülendő mászás ez. 35-ös pont. Ott van hozzá a térkép.
Nagyon-nagyon jók ezek a kerékpárutak. Hú, micsoda emelkedő! 1%-os! Kemény, de ez itt Hollandiában magas hegység. Már pluszba vagyok, már ami a tengerszint feletti magasságot illeti, és van kilátás is. Hát mióta nem volt már? Persze most elkezdett esni, mikor, ha nem most. A félelmetes emelkedőt félelmetes lejtő követi, kemény 2%-os. Jó erdős vidék, de gyanús volt egyébként a fenyők, egy része Douglas fenyő, az meg amerikai, szóval ezek nem őshonos fák. Kolléga ott keményen nyomja elől, lemele előtt olyan kemény emelkedő jött, hogy ez már 4%-os is megvan. Na innen aztán komoly lejtőzés van ám. Hát nem lebecsülendő ez, gyerekek. 30 méteres bucka simán megvolt. Ez most ilyen hegyvidéki szakasz, mert megint fölfelé tartok. Ez most Luttenberg. És micsoda kilátás is van egyből. Ez is megvan 20 méter. Lehet valami tényleg abban, hogy javul az idő, mert egyre több kerékpárossal meg kirándulóval találkozom. Sőt, kimondottan sok kerékpárossal. Hozzá kell tennem azt azért, hogy ez a július-augusztus, ez egyébként elég csapadékos Hollandiában ez a két hónap. Inkább a tavasz meg az ősz az, amelyik csapadékszegényebb, napsütésesebb. Most reggel a boltban is mondta nekem a fickó, hogy pont jókor jövök, mert augusztusban mindig esik az eső. Lehet, hogy nem ennyi, de hogy esik. Most már örülnék, ha elállna. Jó, hát elállt már, de hogy ne is kezdődjön újra. Ötvenhármas, akkor jó. A meglehetősen sok letekert kilométer alatt Hollandiában ez a második olyan szakasz eddig csak, ahol eltűnik az aszfalt. Még ez is elég jól járható. Ötös, és akkor azt hiszem, hogy nekem az 59-es kell. Azért helyenként elég széles kerékpársávok vannak. Alig fér el az autó. Erről aztán lehet biztonságosan filmezni. Bár egyébként most így hozzátenném az előzőekhez, hogy szokták tőlem kérdezni, hogy nem veszélyes-e így menet közben kézből kamerázni. Hát mindig azt szoktam mondani, hogy nem. Mert ugye az ember teker hosszan, ez úgy néha úgy elmereng, egy kicsit úgy néha elfeledkezik a dolgokról, hát az a veszélyes. Amikor én előveszem a kamerát, akkor mindig koncentrálok, hogy a lehető legjobb legyen a felvétel. Odafigyelek mindenre, a legutolsó porszemre az úton. Azért én azt mondom, hogy amikor a kezemben van a kamera, sokkal biztonságosabban megyek. Az tuti. Ismét csatornaparton. 87-es pont felé, nagyon jó szakasz. És egyáltalán nem hosszabb ez most. Kicsit nyekereg már a láncom, ami nem csoda. Nagyon szívesen megpucolnám, de csak az olajozás marad, majd valamikor. Ez a csatorna az Eastsellsből jön, Deventer mellől. Deventer pedig a következő nagyvárosom, nem sokára odaérek. És azt is el kell azért mondani itt, hogy
hogy nagyon sokat köszönhet ám Hollandia a csatornáknak, meg egyáltalán ennek a fejlett csatorna hálózatnak. Valahogy úgy szoktak köszönni, hogy hoj. Nagyon érdekes, mert Észak-Németországban még úgy, hogy moj. Hát moj, mint a lepke. Itt meg inkább azt mondják, hogy hoj. Szóval ez a gazdag, egyáltalán nagyon gazdag vízhálózat, mert hát ugye természetes vizekben is bővelkedett mindig Hollandia. Aztán kellett dolgozni egy kicsit, hogy sok csatorna is legyen, ami összeköti ezeket. Itt inkább körbenézek, mielőtt bármit csinálok. Elvileg ez a 87-es pont, és akkor a 86-os következik. Igen. Hát ez nagyon szép. Na jó van, gyerünk. Nem mindig ott van a térkép, ahol a pont maga, mindig néhány méter választja el, vagy csak ilyen 10-15. Na, szóval akkor itt jövök. Csatornaparton 87-es pont, Deventer következik. Be is érkeztem közben Deventerbe, és amit elkezdtem mondani az előbb, hogy Hollandia viszonylag későn kezdett iparosodni. Már az összes környező ország előbb járt, hát ugye Észak-Németország, Franciaország, Belgium, Luxemburg. A Hollandia meg a mezőgazdaságban volt erős, jól kihasználta az adottságait, a nagy csapadékmennyiséget, szélenergiában rejlő lehetőségeket, ugye hát a malmokra gondolok. De az iparosodás az lassan indult, viszont őrülten nekiveselkedtek a közlekedés fejlesztésének, a vasútfejlesztés, ugye ott se volt azért olyan nehéz dolguk, mint mondjuk Svájcnak. És a másik meg a csatorna hálózat. A csatorna hálózat lehetővé tette a belföldi folyóvízi szállítást, és ez aztán robbanásszerű fejlődést eredményezett az iparban is. Az 1800-as évek második felére. Persze ez csak a folyóvízi hajózás, meg a csatornákon történő hajózás, mert tengerhajózásban Hollandia az volt, hogy világhatalom volt, na persze az egy másik történet, az jóval korábban volt az 1800-as éveknél. Csak itt közben meg már bambulok ki a fejemből. Ilyen kerékpárút hálózatok vannak mindenhol. Elvileg, ha követem a ponthálózatot most, akkor könnyedén kitalálok a városból. Illetve betalálok a centrumba és kitalálok utána belőle. Hát van kerékpáros forgalom. Most éppen kifogtam egy pillanatot, de elég komoly. Azért nem olyan durva, mint Amsterdam, de belvárost megnézném. Na most kelek át az Isszel fölött. Ez is egy rajnaág a sok közül. Ebből ágazik ki az a csatorna is, ami mellett jöttem. Ott egy kemping. Na de jó idő lett közben. Na, innen a túloldalról talán jobban látszik, hogy elég szép város ez.
Hát igazából itt se terveztem nagy nézelődést, mint ahogy egyébként ugye általában nem nevezhető nagyon nézelődős túrának ez. Persze jut is, marad is, mert különben el se jönnék. Itt a folyóparton halad most az út, remélem jó sokáig még. Jó sokan horgásznak, csak azt nézem. Kis folyóparti kerékpárút lett belőle, 49-es pontot követve. A szél az brutál erős, lehet, hogy nem esik, de szél az továbbra is fúj. Igazából semmi extra nem volt ebben a 49-es pontban, csak annyi, hogy átértem egy következő tartományba, Gelderlandba, aminek Arnhem a székhelye. Arrafelé tartok most egyébként, erre már talán a második világháborús történelmet kedvelők már felkaphatják a fejüket. Arnhem. És akkor most már rajta vagyok a térképen, 49-es pont. És ez tényleg egy jó kis folyókövető. Pont és folyókövető. Vagy folyókövető, pontkövető játék lesz. Hát itt Arnhem előtt vannak magaslatok, itt meg akarok látogatni egyet, ezt a Postbankot, és aztán Arnhemben átkelek egy másik Rajnaágon, és délnek folytatom az utat, és egyelőre tervezgetek, mert már azért 6 óra elmúlott, fél hét van pontosabban, és hát azért megint kiadós éjszakai szakaszok lesznek, de Valami éjszakázó hely azért bejöhet a képbe. És talán azért nem felejtem el a legfontosabbat, azt ott, a napsütést. Jön egy hajó is. Nagyon szeretem a folyóparti kerékpárutakat, ezt már lehet, hogy mondtam néhányszor. Kobrankó hegyek mellett a tó kerülgető kerékpározásokért van oda, én meg a folyóparti kerékpározásokért. Hogy legyen valami kiegészítő tevékenység a hegyek mellett. Már attól tartok, a hegyektől búcsúzhatok a térdem miatt. És egy kis csatorna. Most ott hagytam a folyópartot egy rövidítés kedvéért. Hát nem sokkal lesz rövidebb. Abba az irányba megyek. Így parkoltam le a géppel. Még azért mára tervezek menni, és bizony fogy a kraft, az energia. Most nem tudok inni kávét, de cannabis energiaitalt bizony tudok. Hát mit mondjak, nem szeretem túlságosan az energiaitalokat, de ez akciós volt. Meg ha már itt vagyok Hollandiába, Cannabis Energy Drink. Jól hangzik, senkinek ne legyenek illúziói, egy gram THC-t sem tartalmaz, de jól hangzik a neve. Meg hát most kell, hogy adjon valami energiát az este hátra levő részére, és magas koffein tartalma van. Elmentek a horgászok, nézték, mit csinálok. Hát, cannabis energy drink, kóstoljuk meg. Hagyományos energiaital íze van, olyan egyen íze. Szóval, cannabis energy drink, hajrá, ma még menni kell sokat. Na, megint nagyon jó az út. Csak egy dologból van több Hollandiában, mint szélmalom.
csatornák. Van víz rendesen. Az ország területének elég nagy százalékát foglalják el most, hogyha így össze akarjuk hasonlítani valami másik országgal. 20% az ország területének valamilyen vízfelület. Így ha csak a szárazföldre néznénk azt a 17 millió lakost, akkor nem is 393, hanem 482 fő per négyzetkilométer lenne a népsűrűség, illetve lenne, hát az is ugye, mert a vízben nem élnek. Hát az már ilyen hering konzerv. Sajnos komoly baj van, eltört egy küllőm hátul. Van is egy jó 8-as, működőképes, gurul, de ez bizony nem maradhat így, nem tudom mi lesz. Árnem előttem van, de hát már 8 óra mindjárt. Csak holnap reggel tudnék keresni szervizt. Addigra már rég el akartam menni Árnemből. Hát még az éjszaka tovább akartam állni. Hát de ez most így azért érdekes lesz. Holnap reggel, ráadásul szombat lesz. Hát szombat még jobb, mint a vasárnap. Nyilván találok valamit nyitva. De nem tudom, mit csinálok. Elég gáz a helyzet. Féket sem kellett kiakasztani. Ez a nagy 8-as, az így már egy országúti vázba, ez nagy. De még nem a kritikus. Most hát lehet az is, hogy ez nem lesz tovább, nem növekszik. Az is lehet, hogy igen. Most meg kell nyugodnom egyelőre, átgondolni a dolgokat. Ráadásul most kiderült, hogy idegességemben benéztem az egyik pontot, és jól elkeveredtem. Most jóval hosszabb az út, amit be kell járnom. Na itt aztán most vigyázni, mert 94-es, ezt néztem be, hogy a franc vigye. Most oda a Postbankhoz jóval később érek, még világosba fölmentem volna. De most már úgyse számít, most nem tudom, ezzel a kerékkel bemerjem-e vállalni. Hatalmas hegyről van szó, 90 méter magas, egy challenge biges. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Csak most egy kicsit más probléma van. A fenébe. Erősen gondolkodom a lehetőségeken. Most persze lehetne mondani, hogy na Balázs, te voltál hülye. Miért országúti kerékkel jöttél túrázni, vagy akkor legalább miért nem hoztál egy küllőt. Ez igaz is lenne, csak hát most ez a kevés küllős országúti kerék, hát én 70 kiló vagyok, 15 kiló cucc, hát hányan tekernek 80 kiló fölött, és mégse rogy össze a kerék mindenki alatt. Ez az egyik, másik meg az, hogy így csomagos túrázásra használtam idén ezt a biciklit, többször is, jó néhány ezer kilométert bele nyomtam, és semmi. Még egy pici 8-as se, pedig belementem egy-két igen nagy kátyúba. Szóval ez meg a másik. Ja, hát a küllő, na igen, az viszont igaz, az tényleg igaz, az hozhattam volna. Csak az a baj, amióta Rédicsre költöztem, azóta nem úgy van ám, mint Sopronban, hogy csak felugrok a KTM-be, vagy egy belvárosban másik profi bolt is. Tehát Zalaegerszegig kell mennem, hogy valami jó boltot találjak. Aztán ez valahogy elmaradt. Nos, úgy döntöttem, hogy megmászom ezt a Postbank nevű hatalmas big emelkedőt, challenge big emelkedőt. Találtam egy jó pontkeresős utat hozzá. És mivel erdőben fog menni az út, legalábbis a térkép szerint, egyből találhatok is valami éjszakázó helyet. Mivel úgyis várnom kell reggelig, hát az eredeti terv az volt, hogy fölmegyek, aztán Árnemen
átmegyek éjszaka, vagy volt egy olyan változat, hogy ugyanez, csak egy olyan 3-4 óra alvás után éjszaka szintén átment, csak már alvás után. De most ugye várnom kell reggelig. 8-ig biztos nem nyit ki egy bolt sem. Ha találok egyáltalán, bár Arnhem elég nagy város, muszáj, hogy legyen. Szóval alszom, kicsit többet így, mint akartam. De hajnalban fölkelek. Megmászom egy másik Challenge Big emelkedőt, Arnhemen belül van az, vagy Arnhemtől egy kicsit nyugatabbra. Tehát csak, hogy teljen az idő, és addig meg Arnhemen, vagy Arnhemben, amíg átmegyek reggel, vagy hajnalban, addig keresek boltot is. Vagy boltokat. Beértem ebbe az erdős részbe. Ez nemzeti park egyébként, és sajnos úgy tűnik, hogy az a része is benne van a nemzeti parkban, ahol aludni akartam, de hát nem tudom, nem szívesen védett területen, de hát nagy gondot nem fogok okozni. Megpróbálkozom majd vele. Kicsit kalózkodás lesz, tudom, de most nagyon szorongatott helyzetben vagyok. Hát ha a motorosok bejöhetnek, a jó robogósok bejöhetnek a Nemzeti Parkba kerékpárúton, akkor az, hogy én itt alszom néhány órát, az igazán semmi gondot nem fog okozni. Eléggé kezd besötétedni, és én éppen azon gondolkodom, hogy lehet, hogy megfordítom. A Postbank már nincsen messze, de ahhoz pont elég lesz az az idő, még odaérek, hogy besötétedjen, és ne találjak jó sátorozó helyet. És azon gondolkodtam, hogy most felállítom a sátramat, és akkor olyan 4 óra felé továbbállok. Vagy még korábban. Bár felesleges korábban, mert úgyis 8-kor nyitnak a boltok. Na végül is a második terv mellett maradtam. Itt maradok, fölállítom a sátramat.